innen indult. Második János Pál pápa Mária Kócsra látogatásának 20. évfordulója van ma. A látogatás sok hívő ember lelkét megérintette. Kovács István, Mária Kócsi költőnk, versbe ültötte érzéseit, melyek Olyár Tiborgyi majd kalendere neki. Kovács István 20 éve már. 20 éve már, hogy itt járt a pápa. Eljött Máriához a Kócsi templomba. Leborulva mondott, itt fohász és imád, segítségül hívta a Kócsi Máriát. Megérintette e szent helynek varázsa, százezrek előtt szállt Istenhez imája. Szerető szívéből áradt hit és béke, boldogan nézett a gyermekek szemébe. Mária oltalmát kérte a világra, szeretetet, békét, áldást a családra. Gyógyulást a sok szenvedő betegnek, áldást, békességet, embernek, nemzetnek. Kérte az Isten, hogy nézzen le e tájra, hol könnyezett egykor Pócsi Máriája. Ma kereszt áll, ahol 20 éve misézett, hol százezrek ajkán szólt ima és ének. Az zarándok pápát elhitták az égbe, szívében is élt az örök lét reménye. Egyszerűsége és nagy hite itt maradt. Emlékét őrzik a bazilika fala. Ott, ahol majd egyszer mindenkit ítélnek, legyen érdem a Pócsi ima és ének. Zarándok pápát is fogadja Krisztusa, segítse a mennybe a Pócsi Mária. Köszönjük Mária a hulló könnyeket, ne hagyd el, segíts zarándok népedet. Áld meg, jó Istenünk, a Pócsi kegyhelyet, kiket ide vezet, hit, remény, szeretet. Kérem Pabbel Talant, Mária Kócsváros polgármesterét, hogy megmutassa kiállításokat. Köszönöm szépen. Hát akkor most már illik is megnyitni a kiállítás, hogy megnyitatni kell. Azért csak nem volt időm délután, most érkeztem haza, nem tudtam megnézni, de azt tudom, hogy nagyon sok munka van benne, és évekig megpróbálták a településen és a településen kívül is a régi 20 éves emlékeket felkeresni és itt kiállítani. Nekem egy személyes képemet nézem, de láttam a szomszédomnak a talibásának, amikor láthatta, ott van? Igen, tehát egy nagyon szép kép is készült, amikor talibás ezt sem volt a borítóján. Engedjék meg és engedjétek meg a hivatalos köszöntő, illetve a méltatás mellett egy személyes emlékemet felidézni. Tehát 20 éve, mint ifjú polgárőr, én is benne voltam abban a rendőrzői gárdában, amelyen rendre vigyázott a pápatéren. Hát egyes beszélések szerint 250.300 ember volt, nagyon sokan voltak, nem is láttuk a tömegnek, csak a kővonait láttuk felülről is, nagyon rengeteg ember volt. És volt egy érdekes epizód, ami nagyon jellemző szerintem második János Pál pápára, hogy a mostani idősök otthonánál volt a leszállás.
a helikopter, és ilyenkor ugye hát előtte hetekkel előtte a tűzszerészek biztosítás, rengeteg ember vigyázott az épségére, és egy hirtelen a megfontolásból ő az útvonalat megváltoztatta. Bevett a bazilikába, hát amíg láttak, meg láttatok káoszt, ami ott volt, hihetetlen volt, mert nem volt betervezve, és ugye a pápának kötött útvonala van, a biztosítók végig biztosították köpítőnként, és ő bement a bazilikába, és úgy ment vissza a pápatérre. Hát szerintem ez a közvetlenség is jellemezte második János pápát, túl, hogy állandóan mosolygott. Nekem bennem az gondolt meg, hogy állandóan mosolygott, és egy olyan bizalmat árasztott az emberekbe, ami követendő. Én köszönöm, hogy ennyit szerettem, hogy csak elmondani. Köszönöm szépen. Mária Pócsi Nyugdíjas Egyesület tagjai dalcsoporral készültek számunkra, amiben nem csak egy házi, de nemzetközi énekeket is hallhatunk. Kérem önöket, ha ismerik a szöveget, akkor énekeljék együtt velük.
Békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Áld meg városunkat, és minden lakóját, oltalmazd meg minket. Okay.